Közgyűlés. Csütörtökön ismét összeül a város képviselőtestülete. 37 napi rendi pontot nyilvánosan további 5-öt zárt ajtók mögött vitatnak meg a városatyák. Szent Márton nyomában Szavária híres szülöttének életével ismerkedhetnek meg az érdeklődők egy háromnapos konferencián. Megújul az állandó kiállítás. A felújítási munkák nagy része befejeződött a Szavária Múzeumban. Kiemelt szerepe lesz a tárlaton a padló grafikának. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! A Szombathelyi Közgyűlés Oktatási és Szociális Bizottsága csaknem 50 napi rendi pontot tárgyalt meg szerdai ülésén. Egyebek mellett áttekintette a városban működő felsőoktatási intézmények helyzetét, foglalkozott az oktatási intézmények informatikai fejlesztéseivel, és megismerkedett az óvodai közétkeztetés tapasztalatait összegző jelentéssel. Szombathely önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a város felsőoktatási intézményeivel. Ennek eredményeit is értékelte szerdai ülésén a Közgyűlés Oktatási és Szociális Bizottsága. A testület tagjai örömmel fogadták, hogy a tavalyihoz képest csaknem harmadával növekedett a Nyugat-Magyarországi Egyetem szombathelyi intézetébe jelentkezők száma. Különösen nagy az érdeklődés a pedagógus szakok és a gépészmérnök képzés iránt. Elhangzott, hogy bár a Pécsi Tudományegyetem szombathelyi képzési központja évek óta veszteségesen működik, mindent megtesznek azért, hogy a központ a jövőben is Szombathelyen maradjon. A bizottság tagjai egyetértettek azzal, hogy a Reguli Antal nyelvoktató nemzetiségi általános iskola fenntartója és működtetője a város német nemzetiségi önkormányzata legyen. A testület elfogadta az oktatási intézmények informatikai fejlesztéséről szóló javaslatot. Megegyeztek abban is, hogy a legsürgetőbb feladatokra záros határidőn belül megteremtik a forrásokat. A bizottság áttekintette a város óvodai közétkeztetésével kapcsolatos felmérés eredményeit is, a jelentés összességében pozitív, ahol szükséges ott a tapasztalatok alapján, az egészséges táplálkozás szempontjait figyelembe véve módosítják az étlapot. A város tavalyi zárszámadásáról tárgyalnak. Először módosítják az idei költségvetést és elfogadják várhatóan a klíma és energia stratégiát a soron következő közgyűlésen. A csütörtökön 9 órakor kezdődő ülésen 37 napi rendi pontot nyilvánosan további 5-öt zárt ajtók mögött vitatnak meg. A testület munkáját ezúttal is figyelemmel kísérhetik a Szombathelyi Televízió internetes oldalán. Az idei női kosárlabda Európa-bajnokság mérkőzéseinek lebonyolításához a nemzetközi előírásoknak megfelelően kell felújítani az Aréna Szaváriát. Ehhez TAO pályázatból vár forrást a város, amit 33 millió forint önerővel kell kiegészíteni, erről is dönthet a közgyűlés. Várhatóan elfogadják Szombathely klíma és energia stratégiáját, és megvitatják a milánói világkiállítás magyar pavilonjának felépítéséhez szükséges huszárlaktanyai terület ingyenes használatba adását. Tárgyalnak a város tavalyi zárszámadásáról, és első ízben módosítják az idei költségvetést. Beszámoló hangzik el a városi intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól. Bemutatják a közterületfelügyelet bázisára épülő bűnmegelőzési modellprogramot. Döntenek az uszoda üzemeltetését végző Szavária Fürdő és Sportuszoda Kft. Létrehozásáról, a Szomhul veszteségpótlásáról, a kiadható lakossági parkolóbérletek számával kapcsolatos hatásvizsgálatról, valamint arról, hogy a Szent László utcai volt EPKOSZ telep helyett a Szova kezeli majd. Elbírálják a szimfonikus zenekar és a Szavária Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezetői pályázatait. A napi rendek között szerepel testvérvárosi kapcsolat felvétele a horvátországi Sziszak városával. Zárt ülésen többek között a belügyminisztériummal kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, oktatási és egészségügyi kitüntetések kerülnek terítékre. Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben címmel nemzetközi konferenciát tartottak Szombathelyen a megyeházán. Az esemény megnyitóját háromnapos előadás sorozat követi, amelyen a résztvevők többek között megismerkedhetnek Szavária híres szülöttének életével, valamint a Nyugat-Dunántúl középkori sajátosságaival.
gőzerővel készül Szombathely Szent Márton születésének 1700. évfordulójára. 2013-ban határozta el a város, hogy 2016-ban egész évben számos programmal adózik a szaváriai születésű szentéletű túri püspök emléke előtt. Puskás Tivadar polgármester ismertette a 2014-ben megalkotott Szent Márton terv legfontosabb pontjait és a jövő terveit. A Szent Márton terv jelentős átalakításokat, jelentős újjáépítéseket tartalmaz. Újjáépítéseket a Székesegyház, a püspöki palota, a Szent Márton templom, illetve a Szent Márton templom előtti tér, a Pecsenyi tér teret illetően. A polgármester szólt arról is, hogy megállapodtak a pannonhalmi küldöttséggel egy ókeresztény kiállítás megszervezéséről, amellyel Szent Márton életét kívánják bemutatni a közönségnek. A túri püspök élete az odaadásról, egymás megsegítéséről, felebaráti szeretetről és a közös javak megosztásáról szólt. A konferencia célja, hogy mindezeket az értékeket megismertesse nem csak a szombathelyiekkel, vasmegyeiekkel, hanem az egész országgal. Márton összekött. Összeköti a városokat szerető szombathelyi polgárokat, nem csupán történelmi szerepe hírneve miatt, hanem azért is, mert amit jelképez, a szeretet, a szolidaritás, az önzetlenség, világnézeti különbségektől, politikai szimpátiától függetlenül minden jó érzésű, hozzáteszem jó akaratú ember számára alapvető fontossággal bír. Veres András megyés püspök azt hangsúlyozta, hogy Márton megosztó személyiség volt, de nem negatív értelemben. Az ő személyisége azért volt sokak számára, a nem keresztények és a nem vallásosak számára is vonzó, mert mindenkivel kész volt megosztani gondolatait, kész volt mindenkinek önmagát osztani. A megnyitót követő háromnapos előadássorozatot Sági Marian nyitotta meg, aki a Sulpicius Severus által írt Szent Márton életrajzban olvasható bibliai modellekről beszélt a hallgatóságnak. Kis menedzserek versenye a Derkovics iskolában. Katasztrófavédelmi vetélkedő diákoknak sebességmérő akció csütörtökön. Ovistárlat az Agora gyermekek házában. Rövid hírekkel folytatjuk. Kis menedzserek versenyét tartották kedden délután a Derkovics iskolában. A már hagyományos játékos vetélkedő célja, hogy a diákok próbára tegyék a pénzügyi-gazdasági ismereteiket, gyakorolják a vállalkozáskész magatartást és felkészüljenek az új piaci elvárásokra. A megmérettetés a Derkovics hét egyik programja volt. Egész héten különböző programok, sport és kulturális rendezvények zajlanak az iskolában. Szerdán rendezték a Katasztrófa Védelem országos versenyének helyi fordulóját Szombathelyen. A vetélkedőn a szombathelyi diákok 13 egyenként 5 fős csapattal képviselték magukat. Ezek közül 8 általános iskolás és 5 középiskolás volt. A különböző ügyességi, gyakorlati és elméleti feladatokra az iskolák a Katasztrófa Védelem kirendeltségének segítségével már korábban felkészítették a diákokat. A verseny célja, hogy a fiatalok betekintést nyerjenek a tűzoltóság munkájába, és rutinosabban helyt állhassanak az olyan kihívásokban, mint amilyet például egy árvíz jelenthet. Vas megyében összesen 52 helyen figyelik a gyorshajtókat a rendőrség csütörtökön kezdődő egynapos akciója során. Bevetik az új, változtatható helyi közlekedési ellenőrzőpontokat is. A helyszínek kijelöléséhez a lakosság javaslatait várták. Szombathelyen többek között a Körmendi, a 11-es huszár, a Rumi, a Rohonci és a Hunyadi úton, valamint a Kárpáti-Kelemen utcában és a Dolgozók útján is mérnek 4-4 órán keresztül. Az akció célja a gyorshajtásból adódó balesetek megelőzése. Újabb kiállítás nyílt az Agora Gyermekek Háza hagyományos ovis tárlatsorozatában. Április 28-ig a Margaréta óvoda kis ovisainak rajzai díszítik a tetőtéri folyosót. Az alkotások nagy része az év különböző ünnepeiről szól. Mikulás, nemzeti lobogó, Betlehem és a karácsonyfa is látható a képeken, de voltak, akiket az évszakok vagy épp a mesehősök ihlettek meg. Az intézmény évről évre lehetőséget biztosít az óvodás csoportok számára, hogy bemutathassák szakmai, művészeti tevékenységüket. 3 hetes turnusokban mindig más-más ovisoknak.
32 év után lebontották a Szavária Múzeum állandó kiállítását. Helyére egy modern, a 21. századi igényeknek megfelelő installációt állítanak. A múzeum igazgatója azt reméli, hogy ennek köszönhetően megnő az intézmény látogató száma. A feketétől a világos szürkéig különböző árnyalatokra festették a Szavária Múzeum új állandó kiállításának helyt adó teremfalait. A felújítási munkák nagy része befejeződött, az intézmény munkatársai a napokban a műtárgyak helyét mérik fel. Szembetűnő a változás, olyan modern installáció kerül a korábbi tárlat helyére, amely megfelel a 21. századi igényeknek. Falak is dőltek ki, természetesen nem a tartófalai az épületnek, de a két nagy teremből több kisebb helység lett, ugye ezzel a különböző korszakokat is érzékeltetve, és ami nagyon fontos, hogy természetesen a digitális technika is megjelenik itt a kiállító térben, és nagyon sok érdekesség fogja várni a látogatót. A beruházás 40 millió forintba kerül. Ennek közel felét az önkormányzat fedezi, és ugyanekkora összeget nyert a múzeum két pályázaton. Nem csak kívülről újul meg a kiállítás, hanem tartalmában is bővül. Többek között egy új kőkori forgatható idoltestet is felállítanak, amelyet a gyerekek kedvükre mozgathatnak, öltöztethetnek. Kiemelt eleme lesz a kiállításnak a padlógrafika, amelyen a régi korok útépítési technikáit mutatják be. A nyomvonal egyúttal időszalagként is szolgál majd. Egy-egy helyiség egy-egy korszakot mutat be. A különböző időszakoknak inkább a különböző háztartási egységeit fogjuk bemutatni. Nyilván a háztartáshoz nem közvetetten egy ilyen étkező asztalt kell elképzelni, meg nem egy konyhai háztartást, hanem a kultuszélet, a mindennapi életnek és a ceremoniális eseményeknek a helységeit is. A kiállítás várhatóan a nyár közepén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Sportnapot tartottak hétvégén az egyetemi sportcsarnokban. A komoly hagyományokkal rendelkező eseményen a szombathelyi LOK Szavária Kft. És a debreceni FAG női kosarasai, valamint férfi futszálosai mérkőztek meg egymással. Harmadik alkalommal tartották meg a Sheffield csoport magyarországi gyárainak sportrendezvényét. Az ötlet 2012-ben vetődött fel azzal a céllal, hogy az LUK Szavária Kft. És az FAG Magyarország Kft. Munkatársai jobban megismerjék egymást. Ennek eredményeképpen szerveztek egy foci kupát, amelynek akkor is Szombathely volt a házigazdája. Nagyon nagy sikere volt, nagyon örültek ennek a lehetőségnek a kollégák, hiszen lehetőségük volt a gyárunkat megnézni, egy gyárlátogatáson részt venni, illetve hát a szombathelyi kollégákkal egy kicsit jobban megismerkedni. Ez mindig a péntek délutáni program, és hát szombaton van a nagy esemény, a nagy foci meccs, ami most is itt áll előttünk, és hát büszkén mondom, hogy eddig mindkét alkalommal a szombathelyi csapat nyerte meg a kupát, bízunk benne, hogy most szombatot is ezzel fogjuk zárni. A szombati mérkőzésekre kollégák és családtagok kísérték el a résztvevőket. A sport délelőtt azon kívül, hogy az egészséges életmód jegyében mozgással telt, a munkatársak közötti közösségi csapat szellemet is erősítette. Remek hangulatban zajlottak a mérkőzések, határtalan lelkesedéssel küzdöttek a női kosarasok, akiknél idén a civisvárosiak vitték el a pálmát, megszakítva ezzel a szombathelyi győzelmi szériát. Nyilván hosszú volt az utazás, de ebben számoltunk, készültünk menet közben, taktikákat beszéltünk meg a hosszú út alatt, meg pihentünk is egy picit. A csapat szempontjából azt gondolom, hogy ez sokat jelentett számunkra és a cég számára is, ugyanis nem a titkolt szándékunk volt az, hogy az elmúlt évekhez képest most mi vigyük haza mind a fociban, mind a kosárlabdában a kupát. A férfi futszálosok színvonalas mérkőzését ugyancsak a debreceniek nyerték, így kettős győzelemmel zárták a szombati sportnapot. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, egy nagyon kemény meccsen vagyunk túl. Sajnos nem sikerült most megnyernünk, de nem vagyunk elkeseredve, lesz visszavágó. Vándorkupát most oda kellett adnunk, de vissza fogjuk hozni ide Szombathelyre. A mérkőzéseket követően a szervezők mind a négy csapat teljesítményét díjazták, zárásként pedig nem maradhatott el a résztvevők közös fotózása sem. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Thank you.